Hare Krishna. Elérkeztünk a Srimad Bhagavatam negyedik énekéhez. És ebből következik az első fejezet, melynek címe Manu leányainak családfája. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam negyedik énekének első fejezete Manu leányainak családfája. Természetesen szokás szerint először a versek, utána a versek és magyarázatok. Sri Maitreya így szólt. Svayambhuva Manu három leányt nemzett feleségének, Satarupának, Akutinak, Devahutinak és Prasutinak nevezte el őket. Akutinak volt két fivére, de Svayambhuva Manu király ennek ellenére csupán azzal a feltétellel adta leányát Prajapati Rucsihoz, hogy fiúkat visszakapja majd, mintha az ő fia lenne. Felesége Satarupa jóváhagyásával döntött így. Rucsi, akit brahminikus tulajdonságai rendkívül hatalmassá tettek, s aki azt a feladatot kapta, hogy nemzen élőlényeket, egy fiúval és egy leányjal áldotta meg feleségét, Akutit. Akuti két gyermeke közül a fiú az istenség legfelsőbb személyiségének közvetlen inkarnációja volt. Yajnának, Yagyának hívták, ami az Úr Vishnu egyik neve. A leány gyermek Lakshminak, a szerencse istenőjének, az Úr Vishnu örök hitvesének a részleges inkarnációja volt. Svayambhuva Manu boldogan vitte haza a gyönyörű fiút, akit Yagyának hívtak, vele Rucsi pedig megtartotta leányát, veje Rucsi pedig megtartotta leányát, Dakshinát. A Yagya rituális szertartásának ura később feleségül vette Dakshinát, akinek leghőbb vágya volt, hogy az istenség személyisége legyen a férje. Az Úr szintén nagy örömmel nemzett 12 gyermeket feleségének. Yagya és Dakshina 12 fiát Tosának, Pratosának, Santosának, Badrának, Santinak, Idaspatinak, Idmának, Kavinak, Vibunak, Svahnának, Szudévának és Rocsanának hívták. Svayambhuva Manu uralkodása idején Yagya fiai a Tusitáknak nevezett félistenekké váltak. Maricsi a hét bölcs vezetője, Yagya pedig a félistenek királya Indra lett. Svayambhuva Manu két fiából, Priyavratából és Uttanapádából nagyhatalmú királyok lettek, se korszakban fiaik és unokáik benépesítették mindhárom világot. Kedves fiam! Svayambhuva Manu hőn szeretett leányát, Devahutit Kardama Munihoz adta feleségül. Róluk már beszéltem neked, és majdnem mindent megtudtál róluk. Svayambhuva Manu Prasutit, a leányát Brahma fiához, Dakshához adta, aki szintén az élő lények egyik ősnemzője volt. Daksa leszármazottjai benépesítik mindhárom világot. Már hallottál Kardama Muni 9 leányáról, akik 9 bölcshöz mentek feleségül. Most az ő leszármazottaikról mesélek neked. Hallgasd hát szavam! Kardama Muni Kalá nevű leánya, aki Maricsihez ment feleségül, két gyermeket hozott a világra, akiket Kasyapának és Purnimának hívtak. Utódaik a világ minden táján jelen vannak. Kedves Vidurám! A két fiú, Kasyapa és Purnima közül Purnima három gyermeket nemzett. Vidajat, Visvagát és Devakulját. Hármuk közül Devakulja az a víz volt, ami az istenség személyiségének lótuszlábát mosta, és amiből később a mennyei bolygók Ganges folyója lett. Anasuya, Átrimuni felesége három nagyon híres fiút hozott a világra. Somát, Dattatréját és Durvászát.
akik az Úr Visnu, az Úr Brahma és az Úr Shiva részleges képviselői voltak. Soma, az Úr Brahma, Dattatreya, az Úr Visnu, Durvasa pedig az Úr Shiva részleges képviselője volt. Vidura végighallgatta Maitréját, majd megkérdezte tőle: kedves mesterem, hogyan válhatott a három istenség, Brahma, Visnu és Shiva, a teljes teremtés létrehozója, fenntartója és elpusztítója, Atri Muni feleségének gyermekévé? Maitréja így szólt: az Úr Brahma arra utasította Atri Munit, hogy miután Anasuyával házasságot kötött, teremtsen nemzedékeket. Atri Muni és felesége útnak indultak, hogy a Riksa hegy völgyében szigorú lemondásokat végezzenek. Abban a völgyben folyik a Nirvindhya folyó. Partját Asoka fák és palása virágok borított bokrok övezik, és a környéket egy vízesés csobogásának édes hangja tölti be mindig. Erre a csodálatos helyre érkezett meg a házaspár. A nagy bölcs a jóga légző gyakorlata segítségével fegyelmezte az elméjét, így minden ragaszkodástól megszabadulva csak egy lábon állt, és csupán levegőn élt. 100 esztendeig állt ott így. Így gondolkodott: bárcsak az univerzum ura, akinél védelmet kerestem, elégedetlenne velem, és kegyesen megáldana egy olyan fiúval, mint ő maga. Amint szigorú vezekléseit végezte, légző gyakorlata erejének hatására lobogó tűz tört ki a fején. A lángokat a három világ három fő istensége is látta. Ekkor a három istenség a mennyei bolygók lakói, a mennyek szépséges hölgyei, a gandarvák, a szíthák, a vidyadharák és a nágák kíséretében ellátogatott Atri Muni kunyhójába. Beléptek a lemondásairól híres nagy bölcs ásramájába. A bölcs egy lábon állt, ám amikor megpillantotta maga előtt mind a három istenséget, olyan öröm töltötte el, hogy valamennyiüket együtt láthatja, hogy nagy küzdelem árán egy lábon igyekezett eléjük. Aztán nyomban imákat kezdett zengeni a három istenségnek, akik hordozóik hátán, a bikán, a hattyún és garudán ültek, s kezükben dobot, kusafüvet és csakrát tartottak. A bölcs botként a földre borulva ajánlotta nekik tiszteletét. Atri Muni végtelen elégedettséggel látta, hogy a három déva a kegyében részesíti őt. Testük sugárzása egészen elvakította, így aztán egy időre lehunyta a szemét. De szíve már vonzódni kezdett az univerzum vezető istenségeihez, ezért uralkodott magán, és összetett kézzel, édes szavakkal imákat zengett nekik. A nagy bölcs Atri így szólt: ó, Úr Brahma, Úr Visnu és Úr Shiva, ahogy minden korszakban most is három testre osztottátok magatokat, amikor elfogadtátok az anyagi természet három kötőerejét, a kozmikus megnyilvánulás megteremtése, fenntartása és elpusztítása érdekében. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom mindannyiótoknak. Könyörgöm, áruljátok el, hogy háromotok közül kit szólítottam imámmal. Az istenség legfelsőbb személyiségét hívtam, mert egy olyan fiúra vágytam, amilyen ő, s egyedül rá gondoltam. Noha ő túl van az emberi elme spekulációján, mégis mindhárman eljöttetek. Kegyesen áruljátok el, hogyan jöttetek. Érkezésetek egészen zavarba hozott. A nagy bölcs Maitréja így folytatta: a három nagy istenség végighallgatta Atri Munit, majd mindannyian elmosolyodtak, s nyájas szavakkal válaszoltak neki. A három istenség így szólt Atri Munihoz: kedves brámana, eltökéltséged elérte a tökéletességet, ezért minden úgy lesz, ahogyan te akarod, s nem másképp. Mi mindannyian az a személy vagyunk, aki meditáltál, ezért mind eljöttünk hozzád. Olyan fiaid születnek majd, akik hatalmunk részleges megnyilvánulását képviselik, és mivel szerencsét kívánunk neked, szerte a világon dicsőségedet hirdetik majd. Miután áldásukat adták Atri Munira, a három istenség, Brahma, Visnu és Maheshvara távozott. A házaspár hosszan nézte őket. Ezek után Brahma részleges képviselőjétől megszületett nekik a holdisten, Visnu részleges képviselőjétől a nagy misztikus
Dattatreya, Shankara, az Úr Shiva részleges képviselőjétől pedig Durvasa, hajmos tőlem Angira számtalan fiáról. Angira felesége, Shraddha, négy lányt hozott a világra, akiket Sinivalinak, Kuhunak, Rákának és Anumatinak hívtak. A négy lányon kívül két fia is volt. Az egyiket Uttathya néven ismerték, míg a másik a tanú-tudós Brihaspati volt. Felesége Havirbhu méhében Pulasztya egy fiat nemzett, akit Agasztyának neveztek, s aki a következő életében Daragni lett. Rajta kívül egy másik nagyszerű szent fiat is nemzett, akit Visravának hívtak. Visravának két felesége volt. Az első Idavida volt, aki Kuvérát, a jakság urát hozta a világra, a második pedig Késini, akinek három fia született, Rávana, Kumbhakarna és Vibhishana. Gati, a bölcs Pulaha felesége három fiút hozott a világra, Karma, Shrestát, Variant és Sahishnut. Mindannyian nagy bölcsek voltak. Kratu felesége, Kriya, 60 ezer nagy bölcset hozott a világra, a válak hiljákat. Mindannyian jól ismerték a lelki tudományt, és testük e tudástól ragyogott. A nagy bölcs Vasishta feleségének, Úrjának, akit néha Arundhatinak is neveznek, hét szeplőtelen nagy bölcset nemzett, akiknek élén a bölcs Csitrakétu állt. A hét bölcset a következőképpen hívták. Csitrakétu, Szurocsi, Virágya, Mitra, Ulbana, Vasubhridhyana és Dhyuman. Vasishta másik feleségének is néhány nagyon jó képességű fia született. Chitti, a bölcs Adharvá felesége egy Ashvashira nevű fiút hozott a világra annak következtében, hogy nagy fogadalmat tett, melyet Dadyanchának neveznek. S most haj a bölcs Brigu leszármazottjairól is. Brigu a bölcs nagyon szerencsés volt. Kiati nevű feleségének két fiat nemzett, Dátát és Vidhátát, valamint egy lányt, Srit, aki az istenség legfelsőbb személyiségének odaadó híve volt. A bölcs Mérunak két lánya volt, Ayati és Niyati. Dátához és Vidhátához adta őket. Egy-egy fiat hoztak a világra, Mrikandát és Pránát. Mrikandától Markandeya Muni született meg, Pránától pedig a bölcs Vedashira, akinek a fia Usana, Shukrácsárja volt, akit Kavinak is hívnak. Kavi tehát szintén a Brigu dinasztia leszármazottjai közé tartozott. Kedves Vidurám, a bölcseknek és Kardama leányainak a leszármazottjai megszaporították az univerzum népességét. Mindazok, akik hittel hallgatják a dinasztia leírását, megszabadulnak minden bűn visszahatásától. Manu egy másik lánya, Prasuti, Brahmá Daksa nevű fiához ment feleségül. Daksa 16 szépséges lótusz szemű leányt nemzett feleségének, Prasutinak. A 16 leány közül 13-at Dharmához, egyet pedig Agnihoz adott feleségül. A két megmaradt leánya közül az egyiket a Pitlókának adományozta, ahol békésen élhetett. A másik az Úr Sívájé lett, aki megszabadítja a bűnösöket az anyagi kötelékektől. A 13 leányt, akiket Daksa Dharmához adott feleségül, a következőképpen hívták. Shraddha, Maitri, Daya,
Shanti, Tushti, Pushti, Kriya, Unnati, Budhi, Medha, Titiksa, Hri és Murti. Ők a következő fiakat hozták a világra. Shraddha, Chubhát, Maitri, Prasádát, Daya, Abhayát, Shanti, Sukhát, Tushti, Mudát, Pushti, Smayát, Kriya, Jógát, Unati, Darpát, Budhi, Artát, Medha, Smritit, Titiksa, Ksémát, Hri pedig Prasraját. Murti, aki minden tiszteletre méltó tulajdonság tárháza volt, Sri Narayanának, az istenség legfelsőbb személyiségének adott életet. Narayan megjelenésekor az egész univerzumot öröm töltött el. Mindenki elméje megnyugodott, kellemes légkör uralkodott, és kellemesek voltak a folyók és a hegyek is. A mennyei bolygókon zenekarok zendítettek rá, az égből virágeső hullott, a megbékélt bölcsek védikus imákat zengtek, a mennyek lakói, a gandarvák és a kinnarák énekeltek, a mennyei bolygók gyönyörű lányai táncoltak. A jó szerencse minden jele megmutatkozott Narayanán a megjelenésekor, ekkor még az olyan hatalmas félistenek is felajánlották tiszteleteljes imáikat, mint az úr Brahmá. A félistenek így szóltak. Hadd ajánljuk tiszteleteljes hódolatunkat a transzcendentális istenség személyiségének, aki külső energiájaként létrehozta ezt a kozmikus megnyilvánulást, amely úgy létezik benne, ahogy a levegő és a felhők az űrben, és aki most Narayan a risi alakjában, Dharma otthonában jelent meg. Bárcsak az istenség legfelsőbb személyisége, akit az igaz, hiteles védikus írásokon keresztül lehet megérteni, s aki békét és jólétet teremtett, hogy véget vessen a teremtett világ gyötrelmének, kegyesen a félistenekre vetné tekintetét. Kegyes pillantása felülmúlja annak a hibátlan lótuszvirágnak a szépségét is, amely a szerencse istennőjének otthona. Maitreya így szólt. Ó, Vidura! A félistenek imákkal dicsőítették az istenség legfelsőbb személyiségét, aki a bölcs Narayanaként jelent meg. Az úr kegyesen rájuk pillantott, majd a Gandhamadana hegy felé vette útját. Az a Narayana risi, aki Krisna teljes kiterjedése, most megjelent a Yadu és a Kuru dinasztiában Krisna és Arjuna formájában, hogy enyhítsen a világ terhén. A tűz uralkodó istensége feleségének, Svahának három gyermeket nemzett. Pávakát, Pavamánát és Sucsit, akik a tűzáldozatba tett felajánlásokat elfogyasztva élnek. A három fiúnak 45 leszármazottja jött a világra, akik szintén tűzistenek. Az apákkal és nagyapával együtt, tehát összesen 49 tűzisten van. Ez a 49 tűzisten az élvezője mindennek, amit az impersonalista brámanák a védikus áldozati tűzbe ajánlanak. Az agnisvatták, a barhisadák, a szaumják és az Ajjapák, a piták. Ők lehetnek Sagnikák vagy Niragnikák. E piták felesége volt Svathá, Daksa király leánya. Svathának, aki a piták felesége lett, két lánya született. Vajuná és Dárini. Mindketten impersonalisták voltak, s jól ismerték a transzcendentális és a védikus tudományt. A 16. lány, akit Satinak hívtak, az úr Shiva felesége lett. Annak ellenére, hogy mindig hűségesen szolgált a férjét, nem születhetett gyermeke. Ennek az volt az oka, hogy Sati apja, Daksa, az úr Shivát gyalázta, noha Shiva hibátlan. Sati ezért a misztikus jóga erejének segítségével elhagyta testét, még mielőtt elérte volna az érett kort. Lehet gyakorolni a szanszkritot. Hare Krishna. Na! Nézzük.
Első fejezet, Manu leányainak családfája. Első vers. Sri Maitreya így szólt. Svayambhuva Manu három leányt nemzett feleségének, Satarupának, Akutinak, Devahutinak és Prasutinak nevezte el őket. Magyarázat. Először is hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat lelki tanítómesteremnek, Om Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupádának, akinek utasítására elvállaltam e herkulesi feladatot, hogy Bhaktivedanta magyarázatokat írjak a Srimad Bhagavatamhoz. Az ő kegyéből három ének már elkészült, most hozzálátok a negyedik énekhez. Az ő isteni kegyén keresztül hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat az úr Csétanyának, aki 500 évvel ezelőtt útjára indította a Bhagavata Dharma Krishna tudatos mozgalmát, az ő kegyén keresztül pedig hadd ajánljam hódolatomat a hat Goszváminak, valamint Rádának és Krishnának, az isteni párnak, akik örökké Vrindávanban, Vrajabhumiban hódolnak kedvteléseiknek a tehénpásztor fiúk és leányok társaságában. Hadd ajánljam tiszteletes hódolatomat a legfelsőbb úr valamennyi baktájának és örök szolgájának is. A Srimad Bhagavatam en negyedik éneke 31 fejezetből áll. Mindegyik a Brahma és a Manuk által véghez vitt másodlagos teremtést írja le. A valódi teremtést maga a legfelsőbb úr hajtja végre azzal, hogy működésbe hozza az anyagi energiát, és utasítására ezután kezd hozzá Brahma, az univerzum első élő teremtménye, hogy megteremtse a különféle bolygórendszereket és azok lakóit, s benépesítse az univerzumot utódai, például Manu és az élőlények többi ősatja segítségével, akik mindig a legfelsőbb úr utasítását követve cselekszenek. E negyedik ének első fejezete Svayambhuva Manu három leányáról és leszármazottjaikról szól. Az ezt követő hat fejezet Daksa király sikertelen áldozatát írja le. Az utánuk következő öt fejezetben Dhruva Maharaj, majd 11 fejezeten keresztül Prithu király cselekedeteiről olvashatunk. 8 fejezet beszél a Pracheta királyok tetteiről. Ahogyan azt e fejezet első verséből megtudjuk, Svayambhuva Manunak három leánya volt, Akuti, Devahuti és Prasuti. A három leány közül az egyikről, Devahutiról, férjéről, Kardamamuniról, valamint fiáról, Kapilamuniról már volt szó. Ez a fejezet főként az első leány, Akuti leszármazottjairól számol majd be. Svayambhuva Manu Brahmá fia volt. Brahmának rajta kívül számtalan fia volt még, Manu nevét azonban szándékosan elsőként említi, mert az úr kiváló baktája volt. E vers a csa szót is használja, s ezzel arra utal, hogy Svayambhuva Manunak a három említett lány mellett két fia is volt. Második vers. Akutinak volt két fivére, de Svayambhuva Manu király ennek ellenére csupán azzal a feltétellel adta leányát Prajapati Rucsihoz, hogy fiúkat visszakapja majd, mintha az ő fia lenne. Felesége Satarupá jóvá hagyásával döntött így. Magyarázat. Néha az az ember, akinek nincsen fia, csak azzal a kikötéssel adja leányát férjhez, hogy unokáját megkaphatja majd, hogy fiaként örökbe fogadhassa, s ráhagyhassa vagyonát. Ezt nevezik Putriká Dharmának, ami azt jelenti, hogy a vallásos szertartások elvégzése következtében kap egy fiat, noha saját feleségétől nem született fia. Manu esetében azonban ez meglehetősen különös, hiszen volt két fia, mégis csupán azzal a feltétellel adta leányát Prajapati Rucsihoz, hogy leányának a fiát saját fiaként kapja majd vissza. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy Manu király tudta, hogy az istenség legfelsőbb személyisége fog megszületni Akuti méhéből. Ezért annak ellenére, hogy már volt két fia, azt a fiút akarta, aki Akuti fiaként születik majd meg, mert nagyon szerette volna, ha az istenség legfelsőbb személyisége a fiaként és unokájaként jelenik meg. Manu az emberiség törvényeinek megalkotója, s mivel ő maga is követte a Putrika Dharma szokását, elfogadhatjuk, hogy az emberiség szintjén alkalmazhatja. Ennek alapján, ha valakinek van fia, de meg akarja kapni a leánya fiát, megteheti, hogy lányát ilyen feltétellel adja férjhez.
Ez Sriva Jiva Goszvámi véleménye. Harmadik vers. Rucsi, akit brahminikus tulajdonságai rendkívül hatalmassá tettek, s aki azt a feladatot kapta, hogy nemzen élőlényeket egy fiúval és egy leányal áldotta meg feleségét, Akutit. Magyarázat. A Brahma Vachasvi szónak nagy jelentősége van. Rucsi brámana volt, és lelkiismeretesen eleget tett a brámanák kötelességeinek. A Bhagavad Gita felsorolja a brahminikus tulajdonságokat. Az érzékek és az elme szabályozása, a belső és külső tisztaság, a lelki és az anyagi tudás művelése, egyszerűség, igazmondás, hit az Istenség legfelsőbb személyiségében, stb. Egy brámanának számos jellemző tulajdonsága van. Rucsi valamennyi brahminikus elvet szigorúan betartotta, ezért Brahma Vachasvinak nevezik. Aki brámana apától születik, de nem brámanaként cselekszik, azt a védák Brahma Bandunak hívják, és úgy tekintenek rá, hogy a sudrákkal és a nőkkel áll egy szinten. A Bhágavatamban azt olvashatjuk, hogy Vyászadéva a Mahábáratát főként a Stri Sudra Brahma Banduk számára állította össze. Stri nőt, Sudra a civilizált emberi társadalom legalsó osztályát, a Brahma Bandu pedig olyan embereket jelent, akik brámana családban születtek ugyan, de nem tartják be pontosan a szabályozó elveket. Azokról az emberekről, akik e három réteghez tartoznak, azt mondják, csekély intelligenciával rendelkeznek, nem tanulmányozhatják a védákat, amelyek leginkább azoknak szólnak, akik szertettek a brahminikus tulajdonságokra. Ez a korlátozás nem valamiféle szektáriánus megkülönböztetésen alapszik, hanem a tulajdonságokon. Aki nem sajátítja el a brahminikus tulajdonságokat, az nem értheti meg a védikus írásokat. Éppen ezért rendkívül sajnálatos, hogy olyanok akarják megmagyarázni a védikus írásokat, például a Srimad Bhagavatamot és a többi puránát, akik nem rendelkeznek brahminikus tulajdonságokkal, és akik sohasem részesültek egy hiteles lelki tanítómester nevelésében. Ők nem képesek átadni az írások valódi üzenetét. Rucsi elsőrangú brámana volt, ezért a vers Brahma Vachasvinak nevezi, ami azt jelenti, hogy rendelkezett a brámanák minden hatalmával. Negyedik vers. Akuti két gyermek közül a fiú az Istenség legfelsőbb személyiségének közvetlen inkarnációja volt. Jagjának hívták, ami az Úr Visnu egyik neve. A leánygyermek Lakshminak, a szerencse istenőjének, az Úr Visnu örök hitvesének a részleges inkarnációja volt. Magyarázat. Lakshmi a szerencse istenője, az Úr Visnu örök társa. A vers elmondja, hogy az Úr és Lakshmi, az örök pár egyszerre jelent meg Akuti gyermekeként. Az Úr és hitvese az anyagi teremtés fölött áll, ahogyan a számtalan hiteles szaktekintély megerősíti. Nárajának Paró Ivyaktát. Örök kapcsolatuk ezért sohasem változik meg, s így Akuti fia, Jagya később feleségül vette a szerencse istennőjét. Ötödik vers. Svayambhuva Manu boldogan vitte haza a gyönyörű fiút, akit Jagyának hívtak, veje, Rucsi pedig megtartotta lányát, Dakshinát. Magyarázat. Svayambhuva Manu örömmel látta, hogy leánya, Akuti, egy fiúnak és egy leánynak adott életet. Attól tartott, hogyha elveszi tőle egyetlen fiát, veje, Rucsi szomorú lesz. Így aztán, amikor megtudta, hogy a fiúval együtt egy leány is született, nagyon megörült. Rucsi ígéretéhez híven átadta fiát Svayambhuva Manunak, és úgy döntött, hogy a leányt, akit Dakshinának hívtak, megtartja. Az Úr Visnu egyik neve Jagya, mert ő a védák mestere. Jagya név a Yajusham Patih kifejezésből származik, ami azt jelenti, minden áldozat ura. A Yajur Védában különféle előírásokat találunk arra vonatkozóan, milyen szertartások szükségesek a jagyák bemutatásához. Bocsánat, én ezt mindig jagynyának akarom mondani, mert én ezt eredetileg úgy hallottam. Tehát a jagynya úgy is helyes, de gyakoribb a jagja, úgyhogy a jagják bemutatásához. Minden ilyen jagja élvezője a legfelsőbb Úr, Visnu, ezért a Bhagavad Gita 3.9 kijelenti Jagyarthat Karmanah, az embernek cselekednie kell, de a számára előírt kötelességeket csak jagja,
azaz Vishnu kedvéért hajtsa végre. Ha valaki nem azért cselekszik, hogy elégedetté tegye az Istenség legfelsőbb személyiségét, vagyis ha nem odaadó szolgálatot végez, akkor minden tettének visszahatása lesz. Hogy a visszahatás jó-e vagy rossz, nem számít. Ha cselekedeteink nem állnak összhangban a legfelsőbb úr vágyával, azaz ha nem Krisna tudatban cselekszünk, akkor felelnünk kell majd valamennyi tettünkért. Minden cselekedetnek van visszahatása, ám a jagjáért végzett tettek nem vonnak maguk után visszahatást. Aki tehát jagjáért, az Istenség legfelsőbb személyiségéért cselekszik, azt nem kötik le az anyagi feltételek, hiszen a védák és a Bhagavad Gita megemlítik, hogy a védák és a védikus szertartások célja az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna megértése. Meg kell próbálnunk kezdettől fogva Krisna tudatban cselekedni, és ez megszabadít majd bennünket az anyagi cselekedetek visszahatásaitól. 6. vers. A jagja rituális szertartásának ura később feleségül vette Dakshinát, akinek leghőbb vágya volt, hogy az Istenség személyisége legyen a férje. Az úr szintén nagy örömmel nemzett 12 gyermeket feleségének. Magyarázat. Az ideális házaspárt általában Lakshmi Narayanának hívják, hogy az úrhoz és a szerencse istennőjéhez hasonlítsák őket. Ez arra utal, hogy Lakshmi és Narayan örök boldogságban élnek házastársakként. Egy feleségnek mindig elégedetnek kell lennie a férjével, s ugyanígy a férjnek is a feleségével. A Chanakya slókában Chanakya Pandita erkölcsi tanításában az áll, hogy ahol a férj és a feleség megértik egymást, ott a szerencse istennője magától megjelenik. Más szóval, ha nincs nézeteltérés a férj és a feleség között, ott teljes anyagi jólét uralkodik és jó gyermekek születnek. A védikus civilizációban a nőket arra nevelik, hogy feleségként minden körülmények között elégedettek legyenek, s a férjnek a védikus parancsolatok értelmében elegendő élelemmel, ékszerekkel és ruhákkal kell felesége kedvében járnia. Ha elégedetten élnek együtt, akkor jó gyermekeik születnek. Így lehet békét teremteni az egész világon. Ebben a kali korszakban azonban sajnos nincsenek ideális férjek és feleségek, ezért nem várt gyermekek születnek, s így napjainkban sehol a világon nincs béke és jólét. 7. vers. Jagja és Dakshina 12 fiát Tosának, Pratósának, Szantósának, Badrának, Shantinak, Idaspatinak, Idmának, Kavinak, Vibunak, Svahnának, Szudévának és Rocsanának hívták. 8. vers. Svayambhuva Manu uralkodása idején Jagja fiai a Tusitáknak nevezett félistenekké váltak. Marici a 7 bölcs vezetője, Jagja pedig a félistenek királya Indra lett. Magyarázat. Svayambhuva Manu életében a Tusitákként ismert félistenektől, a Marici által vezetett bölcsektől és Jagja a félistenek királya leszármazottjaitól 6 élőlény született, s mindannyian utódokat nemzettek, hogy végrehajtsák az úr utasítását, s élőlényekkel népesítsék be az univerzumot. Az élőlényeke 6 fajtája a manuk, a dévák, a manuputrák, az amsávatárák, a szuresvarák és a risik. Jagja az Istenség legfelsőbb személyiségének inkarnációja, a félistenek vezetője Indra lett. 9. vers. Svayambhuva Manu 2 fiából, Priyavratából és Uttanapádából nagyhatalmú királyok lettek, s e korszakban fiaik és unokáik benépesítették mindhárom világot. 10. vers. Kedves fiam, Svayambhuva Manu hőn szeretett leányát, Devahutit, Kardamamunihoz adta feleségül. Róluk már beszéltem neked, és majdnem mindent megtudtál róluk. 11. vers. Svayambhuva Manu Prasutit, a leányát Brahma fiához, Dakshához adta, aki szintén az élőlények egyik ősnemzője volt. Daksha leszármazottjai benépesítik mindhárom világot. 12. vers. Már hallottál Kardamamuni 9 leányáról, akik 9 bölcshöz mentek feleségül.
Most az ő leszármazottaikról mesélek neked. Hallgasd hát szavam. 13. vers. Kardamamuni Kalá nevű leánya, aki Maricsihez ment feleségül, két gyermeket hozott a világra, akiket Kasyapának és Purnimának hívtak. Utódaik a világ minden táján jelen vannak. 14. vers. Kedves Virurám, a két fiú, Kasyapa és Purnimá közül Purnimá három gyermeket nemzett. Vidajat, Visvagát és Devakulját. Hármuk közül Devakulja az a víz volt, ami az istenség személyiségének lótuszlábát mosta, és amiből később a mennyei bolygók Ganges folyója lett. Magyarázat. A két fiú, Kasyapa és Purnimá közül ez a vers Purnimá leszármazottjairól beszél. Részletes leírásukkal a hatodik énekben találkozunk. Ebből a versből azt is megtudhatjuk, hogy Devakulja a Ganges uralkodó istensége, azé a folyóé, ami a mennyei bolygókról érkezik erre a bolygóra, s amit szentnek tekintenek, mert az istenség legfelsőbb személyisége Hari lótuszlábát érintette. 15. vers. Anasuya, Atrimuni felesége, három nagyon híres fiút hozott a világra. Somát, Dattátreját és Durvászát, akik az Úr Visnu, az Úr Brahma és az Úr Shiva részleges képviselői voltak. Soma az Úr Brahma, Dattátreja az Úr Visnu, Durvászá pedig az Úr Shiva részleges képviselője volt. Magyarázat. A versben az Átma, Isa, Brahma, Sambhavan szavakkal találkozunk. Átma a felső lélekre, azaz Visnura, Isa az Úr Shivára, Brahma pedig a négyfejű Úr Brahmára utal. Anasuya három fia, Dattátreja, Durvásza és Soma e háromfél isten részleges képviselőjeként született. Átma nem sorolható sem a félistenek, sem az élőlények kategóriájába, mert ő Visnu. Éppen ezért Vibhinnamsa Buddhanámnak nevezik. A felső lélek Visnu a nemző atya valamennyi élőlénynek, még Brahmának és az Úr Shivának is. Amiatt, hogy a vers Amsa szerves rész szót használja, az átma szónak egy másik jelentését is elfogadhatjuk, az alapvető principium minden átma felső lelke. Mondhatnák úgy is, mindenki lelke, Dattatrejaként nyilvánult meg. A Bhagavad Gita szerint az egyéni lelkek szintén az istenség legfelsőbb személyisége, a felső lélek részei. Miért nem fogadjuk hát el azt, hogy Dattatreja is egy ilyen rész volt? Ez a vers az Úr Shivát és az Úr Brahmát is részként jellemzi. Miért nem tekintjük hát mindegyiküket közönséges egyéni léleknek? A válasz az, hogy noha Visnu megnyilvánulásai és közönséges élőlények megnyilvánulásai kétségtelenül egyaránt a legfelsőbb Úr szerves részei, és egyikük sem egyenlő vele, a szerves részeket mégis különféle kategóriákba soroljuk. A Varáha Purána érthetően elmagyarázza, hogy vannak Svámsá, és vannak Vibhinnamsa részek. A Vibhinnamsa részeket dzsíváknak hívják, még a Svámsa részek Visnu kategóriájába tartoznak. A dzsívák kategóriájában a Vibhinnamsa szerves részek között szintén vannak különféle fokozatok. Ezt a Visnu Purána magyarázza el, és egyértelműen kijelenti. A legfelsőbb Úr egyéni szerves részeit befedheti a külső energia, amit illúziónak vagy májának neveznek. Ezeket az egyéni szerves részeket, akik képesek eljutni bárhova az Úr teremtésén belül, szarvagatáknak nevezik. Valamennyien az anyagi létezés kínjaitól szenvednek. Attól függően, s annak arányában szabadulnak meg az anyagi lét okozta tudatlanság burkaitól, hogy milyen cselekedeteket végeznek, s hogy az anyagi természet melyik kötőereje befolyásolja őket. A jóság kötőerejében élő dzsívák például kevesebbet szenvednek, mint azok, akikre a tudatlanság kötőreje hat. A tiszta Krisna tudathoz azonban minden élőlénynek születésétől fogva joga van, hiszen minden élőlény a legfelsőbb Úr szerves része. Az Úr tudata jelen van a szerves részekben is, és az élőlények helyzetét az határozza meg, hogy ez a tudat mennyire tisztult meg az anyagi szennyeződéstől. A Vedanta Sutra a különféle szinteken álló élőlényeket gyertyákhoz vagy lámpákhoz hasonlítja,
amelyek eltérő erővel világítanak. Van olyan elektromos izzó, amelynek fénye 1000 gyertyáival ér fel, van olyan, amelyik 500 éval, 100 éval vagy 50 évvel, stb. De minden villanykörtének van valamennyi fénye. Minden villanykörte világít, de fényük ereje eltérő. Ehhez hasonlóan a Brahmannak is különféle fokozatai vannak. A különféle Vishnu formák, a legfelsőbb úr Vishnu, Svámsa kiterjedései olyanok, mint a lámpák. Az Úr Shiva szintén egy lámpa, a leghatalmasabb fényerő, a 100% fény pedig Krishna. A Vishnu tattva ennek a fénynek a 94%-ával, a Shiva tattva a 84%-ával, az Úr Brahma a 78%-ával rendelkezik. Az élőlények olyanok, mint Brahma, ám feltételekhez kötött állapotukban erejük még gyengébb. A Brahmannak különféle fokozatai vannak, ezt a tényt senki sem tagadhatja. Ezért az Atmesha Brahma Sambhavan szavak arra utalnak, hogy Dattatreya Vishnu közvetlen szerves része volt, még Durvasa és Soma, az Úr Shiva, illetve az Úr Brahma szerves részeként jelent meg. 16. vers. Vidura végig hallgatta Maitréját, majd megkérdezte tőle. Kedves mesterem, hogyan válhatott a három istenség, Brahma, Vishnu és Shiva, a teljes teremtés létrehozója, fenntartója és elpusztítója, Atri Muni feleségének gyermekévé? Magyarázat. Vidura kérdése nagyon helyén való. Megértette, hogy ha a felső lélek, az Úr Brahma és az Úr Shiva mindannyian megjelentek Anasuyán, Atri Muni feleségén keresztül, annak minden bizonnyal komoly oka lehetett, másképp miért jelentek volna meg ilyen módon? 17. vers. Maitréja így szólt. Az Úr Brahma arra utasította Atri Munit, hogy miután Anasuyával házasságot kötött, teremtsen nemzedékeket. Atri Muni és felesége útnak indultak, hogy a Riksa hegy völgyében szigorú lemondásokat végezzenek. 18. vers. Abban a völgyben folyik a Nirvindhya folyó. Partját asóka fák és palása virágokkal borított bokrok övezik, és a környéket egy vízesés csobogásának édes hangja tölti be mindig. Erre a csodálatos helyre érkezett meg a házaspár. 19. vers. A nagy bölcse jóga légző gyakorlata segítségével fegyelmezte az elméjét, így minden ragaszkodástól megszabadulva csak egy lábon állt, és csupán levegőn élt. 100 esztendeig állt ott így. 20. vers. Így gondolkodott, bárcsak az univerzum ura, akinél védelmet kerestem, elégedetlen nevelem, s kegyesen megáldana egy olyan fiúval, mint ő maga. Magyarázat. Láthatjuk, hogy a nagy bölcsnek, Atri Muninak, nem volt kialakult képe az istenség legfelsőbb személyiségéről. Természetesen az bizonyára tudta, hogy a védák tanítása szerint létezik egy istenség legfelsőbb személyisége, az univerzum teremtője, akiből minden kiárad, aki fenntartja ezt a teremtett megnyilvánulást, és akiben a megsemmisülés után az egész teremtett világ fennmarad. Yatova imani butani. Taitriya Upanishad 3.1.1. A védikus mantrákból megismerhetjük az istenség legfelsőbb személyiségét. Atri Muni erre az istenség legfelsőbb személyiségére rögzítette az elméjét, anélkül, hogy tudta volna a nevét, és csupán egy gyermekért könyörgött hozzá, aki egy szinten áll vele. A Bhagavad Gita leírást ad az efféle odaadó szolgálatról is, amely nem ismeri Isten nevét. Az Úr kijelenti, négyféle jámboran cselekvő ember fordul felé, hogy olyat kérjen tőle, amire szüksége van. Atri Muni egy ugyanolyan fiút akart, amilyen az Úr. Nem volt tehát tiszta bakta, hiszen vágya, anyagi vágya, beteljesülésre várt. Bár pontosan olyan fiat akart, mint az istenség legfelsőbb személyisége, ez a vágy anyagi volt, mert nem magát az istenség személyiségét akarta, csupán egy olyan gyermeket, aki a szakasztott mása. Ha az istenség legfelsőbb személyiségét szerette volna gyermekének, akkor teljesen mentes lett volna az anyagi vágyaktól, mivel a legfelsőbb abszolút igazságra vágyott volna. Mivel azonban csak egy hozzá hasonló gyermeket akart, vágya anyagi volt. Atri Munit tehát nem lehet a tiszta bakták közé sorolni. 21. vers. Amint a szigorú vezekléseit végezte, légző gyakorlata erejének hatására lobogó tűz tört ki a fején. A lángokat a három világ három fő istensége is látta. Magyarázat. Srila Jiva Goszvámi szerint a pránajáma tüze
az elme elégedettsége. Ezt a tüzet érezte meg a felső lélek, Vishnu, és általa az Úr Brahma és Shiva is. Légző gyakorlata segítségével Atri Muni a felső lélekre, az univerzum urára koncentrált. Ahogy a Bhagavad Gita megerősíti, az univerzum ura Vasudeva, Vasudeva Sarvam Iti, és az Úr Brahma és az Úr Shiva az ő utasítására cselekszik. Vasudeva irányítása alatt állva. Tehát mindketten tudomást szereztek Atri Muni szigorú vezetéséről, és örömmel szálltak alá, ahogyan a következő versből megtudhatjuk. 22. vers. Ott. 3-4 óra. Jó, ezt még felolvasom. Ekkor a három istenség a mennyei bolygók lakói, a mennyek szépséges hölgyei, a gandarvák, a szidhák, a vidyatharák és a nágák kíséretében ellátogatott Atri Muni kunyhójába. Beléptek a lemondásairól híres nagy bölcs ásramájába. Magyarázat. A védikus írások azt tanácsolják, hogy az istenség legfelsőbb személyiségénél keressünk menedéket, az univerzum uránál, a teremtés, a fenntartás és a megsemmisítés mesterénél. Őt felső lélekként is ismeri. Amikor valaki a felső lelket imádja, valamennyi istenség, köztük Brahma és Shiva is megjelenik az Úr Vishnuval együtt, amiatt, hogy a felső lélek irányítja őket. Megszakítom a felvételt, hogy a következő alkalommal a 23. verstől folytathassuk. Igyekszem ilyen 3-4 óra körülire datálni ezeket a felvételeket. Ismerve az anyagi világ időbeosztását, hogy már ez így is hosszú. Úgyhogy a 23. verstől fogjuk folytatni következő alkalommal. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Krishna, Hari Hari Bol.